Az import dinnyékhez bizonyos kereskedelmi láncoknál már májusban hozzá lehet jutni. Ezek általában Spanyolországból és Görögországból érkeznek. A magyar dinnye június végén szokott megjelenni, azonban az idei évben a szélsőséges időjárás miatt a hazai gyümölcsök két héttel később tűntek fel a piacon. Sok éve megfigyelhető tendencia, hogy a nyár közepén megjelenő magyar dinnye fokozatosan átveszi az import áru helyét a piacokon. A napfényigényes gyümölcs a májusi kedvezőtlen, szélsőséges időjárás következtében nem a megszokott időszakban kezdett el érni. Így a megfelelő mennyiségű gyümölcshozamot idén hetekkel később érték el a termelők. A legnagyobb választék a piacokon, vásárokon található. A Rákoskeresztúri régi piacon is számos árusnál kapható a magyar dinnye, mondta Ágál Miklós piacvezető. Dinnyetermesztő körzetek Magyarországon, inkább a Délalföldön, Orosháza, Medgyesegyháza környékén vannak. Egy jelentősebb dinnye körzet van, körülbelül 40% a magyar összterületnek. Aztán jellemző termőterület még Heves megye, Borsodaba, Üzemplén megye déli része, Szabolcs-Szatmár, tehát ezek a fő dinnyetermesztő körzetek. Vannak olyan kereskedőink, akiknek közvetlen kapcsolataik vannak a termelőkkel. Tehát nem a nagybani piacon szerzik be az árut, hanem elmennek a termelőhöz, vagy a termelővel megszervezik azt, hogy közvetlenül idehozzák a dinnyeföldről a piacra a dinnyét. A Rákoskeresztúri piacon találkozhatunk olyan kereskedővel, aki egyben termelő is. Jánosi Tibor Csány községből hozza a gyümölcsöket, kétféle fajtát termeszt és árusít, csíkosat, illetve hagyományos fekete dinnyét. A magokat, amelyekkel elkezdte a munkát, még szüleitől örökölte. Az idei nyáron 1500-2000 mázsás hozamra számít. Egy szezonban akár napi 10-20 mázsa dinnyét is értékesít. Elmondása szerint nem nehéz megtalálni a jó dinnyét, csak tudni kell, hogy mire figyeljünk. A hangja az jó pengős, bocsánat, ne legyen túl száraz, meg ha csöpök belőle ez a mézes anyag, akkor az biztos jó dinnye. A dinnyetermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat többféleképpen is ellenőrzi a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hát őstermelő igazolvány kell hozzá, hogy a föld az enyém, arról is egy tulajdonlap, meg a minőségét is vizsgálják. És ez hogyan történik, ez a vizsgálat? Hát kijönnek a nébiktől is, megnézik, fölvágják, bevizsgálják, aztán egyből kiderül, hogyha valami nem nincs rendben. A szakértő tanácsa szerint érdemes ott vásárolni, ahol nagy mennyiségben árulják a dinnyét. Körbe kell nézni a piacon, nagyon sok kereskedő árul dinnyét, de vannak, akik erre specializálódtak, és ők nagyon értenek is hozzá. Természetesen minden vevőnek szuverén joga, hogy kitől veszi meg a dinnyét, vannak, akik ragaszkodnak kereskedőikhez, ott is lehetnek természetesen jó dinnyék. Egy másik választási szempont meg az, hogy ugye már dinnyelékelés nincsen, helyette viszont fél dinnyét, negyed dinnyét árulnak, ez igen keresett, mert elég nagy méretűek a dinnyék, hál' Istennek, és nem mindenkinek fér be a hűtőszekrényébe, sokan csak egy fél dinnyét vesznek, vagy egy negyedet, szépen le van fóliázva. Azon kívül ennek még az előnye az, hogy a fölvágott dinnyéből már lehet megtudni, hogy milyen is lehet az a dinnye. A termelők és a kereskedők várakozásai szerint a hazai dinnye szezonja még körülbelül 1-2 hétig fog tartani, és augusztus vége előtt befejeződik.